Három óra múlva kezdődik a Magyarország-Montenegró meccs. A Puskásban teltház lesz az EB, már megvan a csoport elsőség a tét. 170 ezeren tüntettek Madridban a szocialista kormány ellen. A tiltakozók kordonokat döntöttek és rátámadtak a rendőrökre. Egyre nagyobb a káosz Gázában. Izrael a túszokat keresi, a palesztinok szerint már 42 ezer sebesültjük és halottjuk van. Kiakadtak a migránsok a szerb hatóságokra, nem értik, miért nem hagyják őket békén, és miért nem csinálhatnak, amit akarnak. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán Józsanett vagyok. Sporttal kezdjük a híradót. Ma délután 3 órakor a teltházas Puskás arénában Montenegró ellen játszik Európa bajnoki selejtezőt a magyar labdarúgó válogatott, amely már biztos EB résztvevő. A magyar csapat számára a tét a csoport elsőség lesz. A helyszínen van kollégánk, Bénémet Péter, szervusz. Mekkora a mozgolódás ott a környéken? Jó napot kívánok, szervusz, az általad említett csoport elsőséghez pedig elég egyetlen pontocska Montenegró ellen. Néhány másodperccel ezelőtt nyitották ki a kapukat, pontosan 3 órával a mérkőzés előtt, pontosan déli 12-kor. Egyelőre csak néhány szurkolót látunk, de az viszont jól látható, hogy többen családdal érkeznek, mert hogy számos kiegészítő program várja itt a drukkereket a Puskás aréna körül, a Szoborparkban. Mindenféle mozgásformát ki lehet próbálni. A Magyar Labdarúgó Szövetség felhívta a szurkolók figyelmét, hogyha tehetik, akkor időben érkezzenek ki a stadionhoz. Éppen ezért nyitották 3 órával a meccs kezdése előtt a kapukat. Azt is kérték a Labdarúgó Szövetség képviselői, hogy se táskát, se esernyőt lehetőleg ne hozzanak magukkal a drukkerek, mert bizony-bizony ma este a magyar válogatottnak több mint 60 ezer ember fog szurkolni az utolsó Európa-bajnoki selejtezőn, és szerintem bármi lesz a mérkőzés vége, nagyon nagy ünneplés lesz a Puskás arénában, meg talán egész Budapesten. Péter, szurkoljunk együtt! Mintegy 170 ezer ember tüntetett szombaton Madridban, mert a szocialista Pedro Sánchez a katalán és baszk frakciók támogatásával tudott csak kormányt alakítani. A katalánok a támogatásért cserébe amnestiát kértek évekkel ezelőtt bebörtönzött párttársaiknak. A hatalmas tüntetésen a demonstrálók összecsaptak a rendőrökkel is. Előbb csak farkas szemet néztek egymással a tüntetők és a rendőrök, majd elszabadultak az indulatok. A tiltakozók feldöntötték a kordonokat és rátámadtak a rohamrendőrökre. Napok óta tartanak a tiltakozó megmozdulások Pedro Sánchez baloldali miniszterelnök ellen, aki pártjával, a spanyol szocialista párttal ugyan másodikként végzett a júliusi választásokon, mégis ő alakított kormányt. Ez csak annak árán tudta megtenni, hogy koalícióra lépett minden baloldali párttal, illetve a szeparatista katalán és baszk pártokkal. Madridban szombaton 170 ezeren vonultak az utcákra, így tiltakozva az új kormány ellen. Szégyen, ami Spanyolországban történik. Ilyet én még nem láttam. Még nem volt olyan miniszterelnökünk, aki mandátumokat vásárolt, hogy hatalmát megtartsa, ennek árát pedig majd mi fizetjük, mondta egy tüntető. Két katalán párt valóban megkérte az árát a Pedro Sánchezzel való koalícióért. A katalán köztársasági baloldal és az Együtt Katalóniáért több száz elítélt vagy megvádolt politikusnak kért amnestiát biztosító jogszabályt a szavazataiért cserébe. Felszólítjuk a szocialista pártot, ne emeljen falakat az emberek közé, ne stresszelje a társadalmat, térjen vissza a józanészhez, az alkotmányhoz, a hatalmi ágak szétválasztásához, a bírósági döntések tiszteletben tartásához, mondta a néppárt elnöke, aki a legutóbbi választáson a legtöbb szavazatot kapta, de kormányt nem tudott alakítani. A tüntetésen Santiago Abascal, a jobboldali Vox elnöke azt mondta, a szocialista párt a katalánokkal puccs megállapodást kötött, amely a jogállamiság eltörlését, a demokrácia végét jelenti az országban, egyúttal a demonstrációk folytatására szólított fel. Pinteken, 6. Fülöp jelenlétében tette le a hivatali esküt Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök. A hét elején pedig pártja benyújtotta a parlamentnek az úgynevezett amnestia törvényt, amely elsősorban a katalán elszakadás párti mozgalom és a 2017-es alkotmányellenesnek kimondott függetlenségi referendum szervezőire kirót büntetést szüntetné meg.
Pedro Sánchez azzal indokolta az amnestia törvény megalkotását, hogy az hozzájárul majd Katalóniában a politikai feszültségek feloldásához. 2017-ben a katalánok elszakadási törekvései évtizedek óta a legsúlyosabb válságot idézte elő az országban. Az egészségügyi világszervezet szerint még mindig több száz beteg van a gázai övezet legnagyobb kórházában. Elszállításukra most a WHO igyekszik kidolgozni egy tervet. Közben az izraeli haderő bejelentette, hogy a kórházban talált alagutak feltárásán dolgoznak, ahol szerintük a Hamas terrorszervezet parancsnoki központot alakított ki. Folyamatosan túlélők után kutatnak a romok között a Jabáliai menekülttábor lakói. A törmelék alól már több holttestet is kiemeltek, munkagépek nélkül azonban csak lassan haladnak előre. Szombaton egész nap kiterjedt csapások érték Jabáliát, a tábor közepén egy egész lakótelepet vettek célba. A katonai bombázás hatalmas krátert hagyott maga után. Most a romok felett állunk, ahol 15 embereket. 3 holttestet húztak ki, és jelenleg továbbiakat keresünk, magyarázta egy palesztin mentős. A sebesülteket azonban egyre kevesebb kórházban tudják ellátni, mert nincs elég gyógyszer, ivóvíz és az áramszolgáltatás is leállt. Gáza legnagyobb egészségügyi intézményében pedig a Hamas terrorszervezet parancsnoki állása után kutatnak az izraeli katonák. A hadsereg szóvivője szerint abban az aknában dolgoznak, amelyet péntek este találtak az Al-Shifa kórházban. Csapatainknak 4 fő célja van, az első a túszok felkutatása és a velük kapcsolatos információk megszerzése, ez a legfontosabb feladatuk. A második a fegyverek, valamint a parancsnoki és irányító termek felkutatása, a harmadik a kórház területén tartózkodó terroristák felkutatása, a negyedik pedig a kórház föld alatti részének feltárása és felszámolása, nyilatkozta az izraeli hadsereg szóvivője. A kórház vezetése szerint szombaton 1 órát kaptak arra, hogy kiürítsék a kórtermeket, ezért több száz beteget evakuáltak. Az izraeli haderő tagadja, hogy elrendelték volna a kiürítést. Az egészségügyi világszervezet legfrissebb jelentése szerint 25 orvos és mintegy 300 beteg maradt a kórházban, köztük dialízisre szorulók és újszülöttek, akiknek elszállítására most a WHO igyekszik kidolgozni egy tervet. Közben a palesztin hatóságok is nemzetközi segítséget kértek a helyzet megoldására. Kérem a nemzetközi egészségügyi és segélyszervezeteket, az ENSZ-t és a Vörös Keresztet, hogy ismét gyakoroljanak nyomást a megszálló hadseregre, és segítsenek átszállítani a koraszülötteket, vagy a ciszjordániai kórházainkba, vagy az egyiptomi kórházakba, hogy azonnali kezelésben részesüljenek, fogalmazott a palesztin kormány egészségügyminisztere. A palesztin hatóság vezetője pedig szombat este felhívást intézett Joe Biden amerikai elnökhöz, hogy járjon közben az izraeli hadművelet leállításáért. Az izraeli megszálló erők szörnyű mészállást követnek el a palesztinok ellen a gázai övezetben. Legutóbb 2 iskolánál több száz erőszakkal kitelepített embert öltek meg. Ez arra késztet, hogy ismét követeljem öntől és a világ vezetőitől, hogy vessenek véget a népünk elleni agressziónak. Eddig több mint 42 000 palesztin sebesült vagy halt meg, főként gyermekek és nők. Emellett több 10 000 otthon, iskola, kórház, imahely és közintézmény dőlt romba, mondta Mahmoud Abbas. Ezzel egy időben az izraeli miniszterelnök alkalmatlannak nevezte a palesztin hatóságokat arra, hogy felelősséget vállaljanak a gázai övezetért. Benjamin Netanyahu arról is beszélt, hogy csapataik betartják a háború szabályait, például humanitárius segélyeket küldenek a térségbe. A humanitárius segítségnyújtás elengedhetetlen a nemzetközi támogatás folytatásához, enélkül még a legnagyobb barátainknak is nehéz lenne támogatni minket, és nehézségekbe ütközne, hogy a háborút a végsőkig folytassuk. Ezért a háborús kabinet elfogadta az amerikai kérést, hogy napi 2 üzemanyagszállító teherautó belépését engedélyezzék a gázai övezet déli részére, jelentette ki az izraeli kormányfő. Benjamin Netanyahu kiemelte, hogy nem kaptak ajánlatot vagy javaslatot a palesztin terroristáktól az október 7-én elhurcolt túszok ügyében, de mindent megtesznek, hogy hazahozzák az elrabolt izraelieket. Szombaton ugyanis több ezer fős tömeg vonult a jeruzsálemi miniszterelnöki hivatalhoz, elrabolt hozzátartozóik visszaszerzését követelve. Újabb tüntetőket vettek őrizetbe az Egyesült Államokban a palesztin párti demonstrációkon. New Yorkban egy vasútállomás, Washingtonban pedig a főpályaudvar bejáratát zárták el a tüntetők. A tiltakozók az Izraelnek küldött amerikai támogatások leállítását követelték, valamint az Izrael megalakulása előtti 1948-as határok visszaállítását a Közel-Keleten.
Egyre vállalhatatlanabbak a migránsok Szerbiában, legutóbb egyikük például már a nyílt utcán fényes nappal viselkedett személyre sértő módon, amit ráadásul a híradó kamerája előtt tett meg. Mindemellett a magyar határ közelében hónapok óta folyamatosak az erőszakos incidensek, gyakorik a fegyveres összecsapások. Időnként pedig kézigránátokat is dobálnak egymásra, vagy a környékbeliekre az illegális bevándorlók, akik között már bizonyítottan megjelentek terroristák is. A jelenségre a nemzetközi sajtó is felfigyelt. Migránsok sétálnak a szerb fővároshoz közeli Obrenovácon, egyikük egyszer csak megfordul az M1 kamerái előtt, és közszemérem sértő módon kezd el viselkedni. Mindez fényes nappal és olyan helyen történt, ahol akár gyerekek is lehettek volna a közelben. A hasonló esetek mindennaposak a településen, a bűncselekmények száma egyre nő, a helyiek egyre nehezebben viselik a bevándorlók jelenlétét, akikkel a pénzváltók, a kávézók és az üzletek előtt is lehet találkozni. A migránsok is egyre türelmetlenebbek, a magyar rendőrök után már a szerb hatóságokkal is elégedetlenek. Szerbia megváltozott, azelőtt a migránsok könnyen átmehettek ezen az országon, de most már nem, nem tudom miért van ez, panaszkodott egy marokkói férfi. Közben a szerb különleges egységek akciója továbbra is tart a térségben, bár ezt eredetileg 15 napra tervezték, munkájukra azonban továbbra is szükség van, folyamatosan fognak el ugyanis embercsempészeket, és a migránsok is megállás nélkül érkeznek a magyar-szerb határhoz. Éjszakánként lesznek figyelmesek a magyarországi Ásotthalom és Mórahalom külterületével határos Királyhalom település lakói hangos kutyaugatásra és kisebb migráns csoportok vonulására a határkerítés irány. Sábunk is egyébként megtalálta az újabb csapásokat, illetve a krumpliföldeken haladó illegális bevándorlók lábnyomait. Így a magyar hatóságoknak is van dolga. Az ország határainak védelmére pedig a nemrég nyilvánosságra került titkosszolgálati jelentés miatt is egyre nagyobb szükség van. Kiderült ugyanis, hogy a terrorszervezetek is megjelentek hazánk déli határánál. Erre már a nemzetközi sajtó is felfigyelt. A súlyosbodó migránsválság kihasználására törekszenek a tálib embercsempészek, írja a Brit Telegraph, amely egy videót is közzétett a szerb-magyar határon uralkodó állapotokról. Alap részletesen leírja, hogy a migránsok hogyan próbálnak áttörni a kerítésen, milyen eszközökkel támadnak a hatóságokra, és mindez milyen biztonsági kockázatot jelent. Arra is rámutattak, hogy a fegyveres harcok és az erőszak mindennapossá vált ezen a szakaszon. Egy kerítés röszkénél Magyarország a migrációs válság frontján áll. Ezt pedig már a The Critic nevű szintén brit lap írja, amelynek munkatársai szintén személyesen jártak a magyar határnál. A The Sunday Times pedig arról is beszámolt, hazánk idén eddig már 173 ezer okmányok nélküli illegális migránst fogott el és fordított vissza. A biztonsági szolgálatok pedig arra figyelmeztetnek, hogy a migrációs válság és az új közel-keleti konfliktus növeli annak kockázatát, hogy a terroristák a nyugat-balkáni útvonalon keresztül beszivárogjanak Európába. Bűnbandáknak a tevékenysége ez nyilvánvaló komoly közbiztonsági veszélyt jelent. Az európai emberek közös érdeke, hogy megváltozzon az Európai Unió elhibázott migrációs politikája. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi György emlékeztetett, mára már az afgán bűnbandák uralják a határtérséget. Az egész Európai Unióban komoly kockázatot jelent az, hogy nem a nemzetállamok hatóságai döntik el, hogy kik léphetnek be az országba. Az átjutóknál nincs sok irat, hanem a bűnbanda maga döntheti el, és a bűnbandát irányítók. Épp ezért ez a tendencia, amelyet kibontakozott a magyar határon, ez fokozott veszélyt jelent az európai emberekre nézve. Bakondi György leszögezte, hazánk azt reméli, a jövő évi Európai Uniós választások után egy új összetételű európai parlament jön létre, amely szakítani tud az európai embereket veszélyeztető migrációs politikával. A héten szokatlanul sok migráns tartóztattak fel a román határőrök a magyar határszakaszon. Az illegális bevándorlók a zöld határon és kamionokban elrejtőzve is próbálkoznak. A növekvő migrációs nyomás hátterében az áll, hogy az illegális bevándorlók még a tél előtt szeretnének Magyarországon keresztül nyugatra jutni. Bukarestből Bot Eszter tudósított.
Románia ugyanis nem célállomásuk, csak tranzitországnak számít. Különösen sok migránst fogtak el az elmúlt héten a nagylaki határátkelőnél. Ez a román-magyar határszakasz legforgalmasabb határátkelője, és sokszor a migránsok pont ezt a túl zsúfoltságot próbálják meg kihasználni, és arra számítanak, hogy a tumultus miatt a határőrök nem nézik át tüzetesen a járműveket, és könnyebben kiázhatják így az ellenőrzést. Magyarország a magyar modellben azokat az elemeket használja fel, amelyek egyszer már Nyugat-Európát sikeressé tették, csak azokat Európa elfelejtette. Erről beszélt az Alapjogokért Központ elemzője, Orbán Viktornak a Fidesz kongresszusán mondott beszéde kapcsán. Pindrok Tamás a kormányfőnek a zöld átállásról vázolt terve ügyében pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a folyamat egy nagy horderejű és világszintű gazdasági átállást jelent, és aki ebből kimarad, az lemarad. Magyarország minden erővel megvédi magát és ellenáll. Joggal mond nemet Orbán Viktor a brüsszeli Európa modellre, mert az nem segíti az EU-t. Míg a magyar modell immár 13 éve jól működik és sikeres. Erről beszélt Pindrok Tamás Orbán Viktornak a Fidesz kongresszusán mondott beszéde kapcsán az M1-en. Nekünk van egy európai ellenmodellünk. Ez a magyar modell látható, és mert folyamatosan támadják, egyre ismertebbé is válik. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője hozzátette. A magyar modell azokon a bizonyítottan sikeres gazdasági célkitűzéseken alapul, amelyeket Európa mára elfeledett. A nyugat-európai országok pont ezeket alkalmazták a 80-as, 70-es, 80-as, 90-es években, amivel sikeres lett Európa. Tehát nem a spanyol viaszt találja föl Magyarország, hanem azt alkalmazza, mint például Helmut Kohl Németországban alkalmazott. És sikeres volt ott, és egy munkaalapú társadalomról volt szó. Európa elfeledkezett ezekről a dolgokról. Magyarország nem feledkezett el. Mi hozzájuk szerettünk volna, és szeretnénk felzárkózni. A magyar gazdaság jövője most dől el, mert most dől el, hol alakulnak ki Európa zöld ipari központjai. Ha jól csináljuk, egy új világgazdasági korszak technológiai éllovasai lehetünk. Magyarország nem felzárkózik, hanem benevez abba az óriási technológiai versenybe, amit a zöld átállás indított be. Mutatott rá Pindrok Tamás a kormányfőnek a magyar gazdaság jövőjét felvázoló tervéről szólva. Az elemző a kormányfő kijelentését, miszerint a magyar zöld politika nem ideológiai és nem pártalapon áll, úgy értékelte, Orbán Viktor pontosan látja, hogy a zöld átállás nem a zöld pártok ideológiájának megvalósítását, hanem egy nagy horderejű, világszintű gazdasági átállást jelent, és aki ebből kimarad, az lemarad. Az Egyesült Államok látjuk, hogy a zöld átállást nagyon nagy eszközökkel, nagyon nagy forrásokkal támogatja. Európa, mintha ebben lemaradna, és pont az, hogy ki akarják zárni a keletet, Kínát ebből az átállásból, vagy a keleti gazdaságokat, az akkal való kapcsolatot, ez teljes félreértelmezése a dolgoknak, hiszen pontosan együtt lehet, csak ez sikeres ez a dolog, a nyugati és a keleti technológiával közösen. Példának a kormányfő beszédéből Paks 2-t hozta fel, amelyről Orbán Viktor azt mondta, hogy az atomerőmű új blokkjain többek között orosz, amerikai, francia cégek dolgoznak együtt. Mindkét választást az európai és az önkormányzati választást is meg kell nyernünk. Ezeken a szociális az elemző hozzátette, Orbán Viktor pártelnök az újraválasztását követő beszédében egyértelművé tette, hogy ismét előre kell haladni. Pindrok Tamás szerint a Fidesz-KDNP azért is sikeres, mert a pártszövetség mindig ki tudja jelölni nem csak a stratégiai, hanem az aktuál politikai célokat is, amelyekhez nem csak a kellő intellektuális hátteret, hanem a hatékony szervezetet is biztosítja. Megint hazudott a dollár média, megint Orbán Viktor miniszterelnökről. Ezzel a címmel hívta fel a figyelmet az origo.hu arra, hogy a hvg.hu szerint kongresszusi beszédében a pártelnök véletlenül köztársasági elnök úrnak nevezte Novák Katalint. Az Origo azt írja, a kormányfő Schmidt párt nevezte köztársasági elnök úrnak, mivel volt köztársasági elnökként, ez a megszólítás jár neki, nem pedig Novák Katalint, ő ugyanis nem volt ott a Fidesz kongresszusán. Az Origo úgy fogalmaz, idézem, ez a dollár média, fake news, hazugság, tudatlanság.
Országjárásba kezd a Fidesz-KDNP holnaptól, hogy népszerűsítsék a nemzeti konzultációt, jelentette be a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István közösségi oldalán azt mondta, az országjáráson szeretnének meggyőzni minél több embert, hogy vegyenek részt a nemzeti konzultációban, mert így Európában egyedülálló módon lehetőségük lesz állást foglalni a mindannyiunkat érintő fontos kérdésekben. Barátaim, az első akció a nemzeti konzultáció lesz. A kormánypártok a következő hónapok legfontosabb feladataként tekintenek a nemzeti konzultációra. Erről beszélt szombaton Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz 30. tisztújító kongresszusán. A kormányfő kiemelte, csak a magyar emberek támogatása és egyetértése jelenthet felhatalmazást a belpolitikában és a brüsszeli tárgyalóasztalnál is. Megkérdezzük és begyűjtjük az emberek véleményét. Aláírás, kopogtatás, országjárás, ami a csövön kifér. A konzultáció kulcskérdés. Abból jön az erő, onnan nyerjük az energiát. Pénteken ezzel a bejegyzéssel jelent meg a kormány közösségi oldalán egy a konzultáció témáiról szóló fotó. A képen Soros György fia, Alex Soros és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke látható a következő felirattal. Ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek. A Soros Birodalom új politikai és pénzügyi vezetője nem véletlenül került a fotóra. Alexander Soros egyre aktívabb az európai politikában. November elején például Ukrajnában járt, ahol sajtóhírek szerint Ukrajna uniós csatlakozását készíthette elő, de rendszeresen találkozik az unió vezető tisztségviselőivel is. A nemzeti konzultációban a magyarok a Soros Birodalom Európai Uniós befolyásáról és több más hazánkat érintő témáról is elmondhatják a véleményüket. Összesen 11 kérdésre lehet majd válaszolni. A válaszadók a kérdőíven egyértelművé tehetik, hogy elutasítják-e a migráns gettók létrehozását, vagy Brüsszel legújabb migrációs tervével az illegális bevándorlók tagországok közötti szétosztásával értenek egyet. A palesztin terrorszervezeteknek nyújtott uniós pénzek további folyósításáról is elmondhatják a véleményüket, és szóba kerülnek olyan fontos gazdasági témák is, amelyek jelentősen meghatározzák a magyar családok mindennapjait, ilyen a rezsicsökkentés, a kamatstopp és az extra profitadó is, amelyeket Brüsszel el akar törölni. Íme a demokrácia, íme a népakarat, íme a választóknak az elvárása. A legnagyobb probléma Brüsszellel éppen az, hogy nem az embereknek fontos kérdéseket helyezi előtérbe, és felhatalmazás nélkül hoz döntéseket úgy, hogy arról nem kérdezi meg az európai választópolgárokat. Erről a Nézőpont Intézet vezérigazgatója beszélt a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsor. Mráz Ágoston Sámuel rámutatott, a nemzeti konzultáció ezért erős üzenetet jelenthet az európai politikai elitnek, amely éppen a demokráciát kéri számon rendszeresen a tagállamokon. Egyrészt ráirányítja a figyelmet ezekre a témákra, másrészt egy nagyon erős üzenetet küld Brüsszelbe azáltal, hogy jó eséllyel milliók fogják támogatni a kormány álláspontját ezekben a kérdésekben. Ugye van 3 millió szavazója 2022-ben, és valahol 1 és 2 millió között szokott lenni azon polgárok száma, aki egyetértően részt vesz a nemzeti konzultációba. Ezek olyan tények, amik nem csak ráirányítják a figyelmet, hanem demokratikus felhatalmazást is adnak a kormánynak. Az országjárással, de leginkább a konzultációban való részvétellel megüzenhetjük Brüsszelnek és a dollár baloldalnak, hogy egy jottányit sem engedünk a magyar érdekből és Magyarország szuverenitásából. Azaz nem fogunk úgy táncolni, ahogy Brüsszel fütyül. A Fidesz-KDNP hétfőtől országjárással is népszerűsíti a nemzeti konzultációt, jelentette be a Nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója a közösségi oldalon. Hollik István azt mondta, a nemzeti konzultáció támadás alatt van, Gyurcsány Ferencék időhúzónak és feleslegesnek nevezték a konzultációt, amit azért támadnak, hogy Brüsszelt védjék. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a kérdéssor kitöltésével a magyar emberek Európában egyedülálló módon állást foglalhatnak a mindannyiunkat érintő fontos kérdésekben. A főpolgármester mögött Gyurcsány Ferenc áll, több elemző is erre a következtetésre jutott Karácsony Gergely kampányfinanszírozási botrányával kapcsolatban. Egy hete derült ki, hogy az üggyel összefüggésben tartott házkutatást az adóhatóság Gyurcsány Ferenc egykori bizalmasánál és államtitkáránál, Tordai Csabánál. A Magyar Nemzet elemzése szerint több ponton is elbukhat Karácsonyék mikroadományos védekezése.
hibamentes munkát kell végezni. Tordai Csaba lehet a főpolgármester kampányfinanszírozási botrányának egyik kulcsfigurája. Karácsony Gergely jogi tanácsadójánál egy hete tartott házkutatást az adóhatóság, és több bizonyítékot is lefoglalt. Azt hiszem, hogy a lehetőség sikeres, hogy nekem volt. Az ő ügyvédi irodájában papírozhatták le a fél milliárdos adománygyűjtést. Az Index szerint azonban nem volt minden jogszerű. Felmerült a gyanú, hogy hamis okiratokat állítottak ki. A lap úgy tudja, összesen 10 jegyzőkönyv készült, ezek közül az egyiken két MSZP-s politikus neve is szerepel, amit a szocialisták el is ismertek, de állításuk szerint többről nem tudnak, vagyis további 9 esetben meghamisíthatták az aláírásokat. Jogi és politikai kérdéseket vetett fel. Tordai Csaba nem véletlenül kérhette az MSZP segítségét. A Magyar Nemzet tényfeltáró cikke szerint az alkotmányjogász már a 2000-es években is a baloldal egyik fontos háttérembere volt. Külföldi tanulmányait a szocialisták egykori pénzügyminisztere Veres János finanszírozta, de jó kapcsolatban állt Gyurcsány Ferenccel is, akinek az államtitkáraként dolgozott. Két embert ajánlott, Tordai Csabát és a kis Andrust. Neve a Városháza tervezett eladásakor is felmerült. Az egyik hangfelvételen Bajnai Gordon volt harcostársa, Gansperger Gyula arról beszél, hogy Tordai Csaba is a volt miniszterelnök embere, és hatalmas befolyással bír a főváros vezetésében. A közösségi oldalán rendkívül aktív Karácsony Gergely az ügy fejleményeit nem kommentálta, így nem tudni, hogy kampányfinanszírozásában pontosan milyen szerepet töltött be a Gyurcsány kormány egykori államtitkára. Főpolgármester úr, mikor fogja elszámolni azt az 500 milliót, amit a kampányra kapott? Viszontlátásra. Ahogy a főpolgármester arra sem adott máig egyértelmű magyarázatot, hogy honnan jutott hozzá a több mint 500 millió forinthoz. Nem kis ládika, nyilván nagy ládika. A titkosszolgálati vizsgálatból azonban tudni lehet, hogy a pénzt a párbeszédes Perjés Gábor fizette be a mozgalom számlájára, több részletben, főként euróban és angol fontban. Ezek közül 5 tranzakció meghaladta az 50 millió forintot, és még a választások után is történt befizetés. A jegyzőkönyv szerint egyetlen kis ládába 4000 darab gyűrődésmentes bankjegyet préseltek be. A gyanús pénzmozgás miatt az OTP feljelentést tett. Kiadta ezt a pénzt? Meg fogják tudni. Mikor? Időben. 3 ponton is elbukhat Karácsonyék mikroadományos védekezése. Ezt írja a Magyar Nemzet. A portál jogi elemzést készített és megállapította, ha az aláírások hamisak, akkor a jegyzőkönyvben szereplő adatok is kétségessé válnak. Vagyis nem lehet biztosan tudni, hogy volt-e egyáltalán adománygyűjtőláda, és abban mekkora összeg volt. Ha a bankjegyek kötegelve voltak, akkor vitatott, hogy mikroadományozás történt. Továbbá az adakozás céljáról is tájékoztatni kell, de a választások után nem valószínű, hogy bárki is a baloldal győzelmére adott volna pénzt. Egy 90-es évekbeli gyakorlatilag kaland bűnregényre kezd hasonlítani ez a történet. A Századvég vezető elemzője Palóc André szerint mostanra mindenki számára egyértelművé vált, hogy a főpolgármester mögött Gyurcsány Ferenc áll. Mindig visszaköszönnek a Gyurcsányra bizalmi emberei. Karácsony Gergely gyakorlatilag egyfajta ilyen Gyurcsány fogságban és gyűrűben van, a saját bizalmasai közül, vagy a legfontosabb munkatársai közül nem kettő kötődik nagyon szorosan a DK elnökéhez, és ez mutatja is, hogy nagyjából mekkora a mozgástere politikai értelemben a főpolgármesternek. Az elemző példátlannak nevezte, hogy a politikába külföldi pénzeket csatornáztak be, és emlékeztetett rá, hogy a készülő szuverenitásvédelmi törvény a hasonló esetek megakadályozását célozza. Nemzeti kötelességünk feltárni a Kárpát-medencei magyarságot ért borzalmakat, erről beszélt a Külgazdaság és Külügyminisztérium helyettes államtitkára Berek Szászon a Gulag kutatók konferenciáján. Magyarországról a becslések szerint 700 ezer embert hurcoltak el az egykori szovjet kényszermunkatáborokba, közülük 300 ezeren haltak meg a rabságban. A kárpátaljai magyarság 1944-ben ismerkedett meg először a kommunizmus igazi arcával, amikor úgynevezett 3 napos munkára vitték a vidéken élő magyar és német férfi lakosságot. Az azóta Malenki robotként elhíresült deportálásnak több tízezer áldozata volt a sztálini lágerekben. Beregszázban ennek emlékére szervezték meg a Gulag-Gupvi kutatók nemzetközi fórumát.
A konferencián Stifter Ádám, a külgazdasági és külügyminisztérium keleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára azt mondta, nemzeti kötelességünk feltárni azokat a borzalmakat, amik a Kárpát-medencei magyarságot érték, így a gulágokra hurcolt emberek sorsát is meg kell ismerni. Ez a magyar nemzetnek a történelme. Függetlenül attól, hogy Kárpátalján, az anyaországban, délvidéken, bárhol történtek. Az, hogy tisztában legyünk a történelmünkkel, az azért is fontos, mert az a nemzet, amelyik nem ismeri a saját múltját, annak a jövője is kérdésessé válik. Milyen jövőt remélhet az a nemzet, amelyik a saját múltjával nincs tisztában. Tehát emberi felelősségünk ismerni a múltat, emberi felelősségünk magyarként az áldozatok emlékét megőrizni, illetve emberi kötelességünk, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy ezek az események a jövőben, vagy ehhez hasonló események a jövőben ne történhessenek meg, ne következhessenek be. Emlékezünk a sztálini diktatúra. A rendezvény a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek képviselői csöndes koszorúzásával ért véget Szojván, az egykori gyűjtőtábor helyén kialakított emlékparkban. Az én nagyapám is itt járt Szojván, és hát ott maradt a lágerben, nem jött haza. De hát ez a hely, ez egy olyan intőjel, amit mindannyiunknak ismernünk kell, főleg a fiataloknak, mert lassan ezek a kőtáblák üres betűkké válnak, hogyha nem adjuk át a jövő nemzedéknek azt, hogy mi történt itt valójában. Ugye minden alkalommal elmondjuk azt, hogy soha többet, soha ne ismétlődjenek meg ezek a dolgok, hát azt látjuk, hogy a világ nem így működik. A belügyi népbizottság alakulatai a magyar és német férfiak első gyalogos menetosztopait 1944. november 18-án hajtották a szojvai gyűjtőtáborba. A szojvai láger mellett naponta 100-120 embert földeltek el hihetetlen tömegsírokban. Becslések szerint több mint 40 ezer kárpátaljai magyart és németet hurcoltak el, akiknek több mint a fele vesztette életét a Szovjetunió különböző táboraiban. A túlélők csak 1947-től térhettek haza. Várhatóan több mint 300 millió forintnak megfelelő összegért kell majd el Napóleon kalapja, amit Párizsban árvereznek el. A korabeli divatirányzattal ellentétben a francia hódító és császár a válla felé szélesedő kalapot viselt, ami megkönnyítette katonai számára, hogy harc közben is felismerjék. A mára fennmaradt mintegy 20 kalapjából körülbelül 15 csak múzeumokban található, csupán 4-5 maradt magángyűjteményekben. Már átlépte a 17 milliót a pénzadományok összege a Jónak lenni jó kampányban. Egy nap alatt csak nem 1500 hívás vagy SMS érkezett. A jótékonysági akció idei kedvezményezettje a Semmelweis Egyetem alapítványa, amelynek célja a koraszülött, valamint a vele született fejlődési rendellenességgel élő gyermekek fejlesztése. A 13600-as adományvonalon a 04-es kód megadásával 500 forinttal lehet segíteni az akciót, amely december 17-én egy egésznapos műsorfolyammal zárul a közmédia csatornáin. A híradót látták délben, további híreinket a hiradó.hu oldalon találják. Maradjanak velünk, már is jön a Nemzeti Sportinaduló. Bitma Emil várja önöket.